Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé. 1956 nem volt olyan régen, és azt gondolom, minden családban van valakinek valamilyen története, ami megmarad a családi legendáriumban ezzel kapcsolatban, kinek még talán személyes, kinek már csak maga a történelem. Emlékezni fogunk csak egy kicsit másképp. 1956. október 23-ára köszöntünk mindenkit, Varga Tünde vagyok. Én pedig Benke Dániel. Nagyon érdekes 1956, mert ahogy említetted is, tehát időben, történelmi léptéken nem egy régi dologról van szó. Én már csak a történelmi olvasókönyvekből, történelemkönyvekből tudok róla. A mai napig megborzongok, amikor egy olyan emberrel beszélgethetek, aki megélte ezeket az eseményeket. Most is ezzel kezdjük, egy személyes emlékezéssel. Radics András volt tanárral beszélgetünk. Nagy Kanizsán, az 56-os események idején hány éves volt ön? Érettségizett voltam, tehát lényegében 18-19 között. Hova járt, melyik iskolába? A vegyipari technikumba. 57-ben érettségiztem, tehát 56-ban negyedikes voltam. Mire emlékszik, milyen volt a hangulat, milyen volt ez az egész akkor? Az összes játékostársam gimnáziumba járt. Kosárlabdázott azért, igen. Mondja, hogy játékostársam. Igen, ők jöttek át, az egész gimnázium átjött oda, mert minket nem engedett ki az igazgatónő, mert baloldali beállítottságú volt, és az édesapja még a kommun idején valami miniszteri biztos volt. Letiltottak azt, hogy kijöjjünk, kis ajtó még volt itt, a vegyipari gyerek ki, vegyipari gyerek ki, ment a kórusba az egész szöveg, és addig, amíg aztán az igazgató is kénytelen volt engedni, mert a gyerekek is erőtűd, tuzadó negyedikesek voltunk, jöttünk ki, és amit a Kerecsényi Edit fényképén látok, ahol elő a pékpar, meg a játékostársaim is voltak, azok után mi jöttünk már, mit tudom, a harmadik, negyedik, ötödik sorba, és akkor vonultunk, ahogy kellett annak idején, zászlókkal, mindenne, föl a végül a laktanyához, ahol hát ugye szembe voltak a géppuskak, hála Isten, nem lőttek ránk. Megint ment egy vonulás egészen le a városba, itt beszédek voltak, meg egyebek. Én már tovább nem mentem Kiskanizsára, mert ott még kivonultak Kiskanizsára is, már a gépjárosok ki akartak menni. Na és amikor visszajöttünk az iskolába, tanítás nem volt, hanem volt lövészgyakorlat ott fönt a laktanyába, a Solti Jenő meg az Orbán vezetésével a fiatalokat, és akkor lőni tanítottak bennünket. Egy-két gyereknek gyengében volt fölöltőben, a kabátot adtak meg minden, akkor utána én nem sokat töltöttem ottan, jöttem haza, mert apámat a nyakon fogott, soha nem felejtem el, akkor kaptam az utolsó fülest apámtól, amikor bejöttek az oroszok Kanizsára, és már a tankok indultak, nagyon megrohantam, az apám, én meg erőködtem már, na, és akkor elakasztott apám, nem ment soha, de akkor elakasztott egy füles, hogy édesfiam, nem mész sehova. Ugorjunk egy kicsit vissza. Előtte, hetekben, időszakban mi történt már, ment a beszélgetés a diákok között? Éreztek-e valamit? Hogy valami készül, valami azt történik. Igen, hogy valami változás lesz. Mi nem tudtuk azt megítélni, hogy milyen lett a változás. Eleve egyetemistákkal indult, aztán, mint iskolás, az egyetemistákkal az ember fölnézett. És hogy utána mi történt Budapesten, én csak a nyomait láttam, sajnos, a szétlőtt Budapestet. Látta? Tehát volt Pesten utána? Hát, oda kell dolgozni. Én láttam szétlőve az Üllői út sarkától kezdve az épületeket, minden. Így éltem meg én az 56-ot. Nem féltek? Lehet, hogy nem fogtuk fel magát azt, hogy most mi van, mert itt nem lehetett érezni azt, hogy Budapesten azért már lőnek, mert itt ilyen nem volt Kanizsán. 56 után azonnal a játékos társaim közül hárman elmentek, mert elsőjöves egyetemisták voltak, mentek ki Kanadába. Nálunk nem volt szó olyan, hogy na most menjünk, pedig hát a rokonságom Ausztriába élt. Ilyen fiatalon milyen érzelmek voltak önben vagy önökben? Tehát, hogy mi átszódott le? Itt volt több ezer ember, meg a munkások vonultak ki. Ott főleg a kína laktanyánál az ciki volt, mert bocsánat, hogy ezt a szót használom, mert azért ott géppuska nézett szembe a Dózsa laktanyába a töveggel. Ott mindenféle jelszavakat skandáltak velünk együtt. Voltak ilyen előszónokok. Mesélte nekünk, hogy édesapja egy
fülessel tartotta vissza. Igaza volt. Ő neki megvolt az élettapasztalata, ma végigjár sok mindent. Igaza volt, amikor leakasztott azt a fülest. Akkor nagyon haragudott rá? Nem különösebben haragudtam rá, de nem esett jól. Miután lezajlottak az események, ugye hát egyből a sajtóban megjelent az, hogy hát ez egy ellenforradalom volt. Ezt hogy élték meg? Tudtuk, hogy a gimnáziumban a Harkányékat, meg a Pékpaliékat lefogták. A mi tanártestületünk védve volt, mert mondtam, hogy az igazgatónőknek az édesapja komoly beosztásban volt, és azt a két kollégát, most már azért mondom, hogy kollégát, mert végül kollégáim lettek, a saját osztályfőnökömet is arra az időre elküldte, az egyiket tüdőszanatóriumba, a másikat meg mit tudom én, hova küldte, tehát ő végeredményben megvédte a saját tanárait ilyen értelemben. Amikor ön tanított ott, oda került, igen, az iskolába, akkor valamikor is beszéltek erről, hogy mi volt 56-ban? 56-ról nem beszéltünk, mert eléggé vegyes volt a tanártestület ember szempontból. Ildomos volt nem beszélni hogy róla. Mondjak, mellettem egy volt apásza ült, szemben meg a dr. Takács, a költő ült, tehát egy ilyen környezet, a műhelyfőnököm, a Fürnya Pista bácsi, ez a második világháborúban katonatisztként sebesült meg, tehát annyira heterogén volt a tanártestület, hogy nem nagyon beszélgettünk mi ilyenről a tanáriban. A családban unokáinak mesél erről, vagy kérdezték az unokái valamikor is? Más a világa az unokáknak. Nem. Ha kérdik, akkor elmesélem, de most más a téma. Megváltozott a világ, igaz? Meg, nagyon megváltozott a világ. Radics András visszaemlékezését hallották, köszönjük szépen. Amikor október 23-ához közeledünk, akkor általában azt szokhattuk meg, hogy mindig felelevenítjük a városban történteket 1956. október 23-áról. Mi most azt gondoltuk, hogy arra próbáljuk megkeresni a választ arra a kérdésre, 1956. október 23-ának emlékét kinek mennyire feladata és hogyan megőrizni. Beszélgető társaink, Cupi Gyula könyvtár igazgatója és Száraz Csilla, a Túri György Múzeum igazgatója. Október 23-a kell megünnepelni egy könyvtárban? Van feladata, de nem feltétlenül az egyes alkalomnak a megünneplése. Feladata az, mint minden esetben, hogy a városnak a szellemét kell megőrizni, és ebben ezt a pillanatot is, az 1956-os nagykanizsai eseményeknek a történéseit, logikáját, élményeit, adatait meg kell őriznie. Ha teheti, akkor ebből persze csinálja látványosságot is, meg mintát is, de a legfontosabb, hogy mindent beszerezünk. Én ugye sajátos helyzetben vagyok, mert nem csak ekként kell gondolkodnom róla, hanem a kezdetekkor, amikor először ünnepelhettük, már ott voltam, 1989-ben, aztán nagyon sok könyvet is sikerült szerkeszteni, amiben ezek a témák, és azóta a könyvtárban minden adatot, ami elérhető, gyűjtöttünk. Most éppen arra készülünk, hogy közé tesszük azt, hogy mi mindent odaadunk, ki lehet kölcsönözni, lehet olvasni róla. Számunkra szerintem az a legfontosabb, hogyha valaki hitelesen akar a várossal foglalkozni, így 1956-tal is, akkor mindent oda tudjunk tenni elé, hogy ezt megtehesse. Engem mindig az bánt, hogyha vagy nem derül ki, hogy 1956 az nagykanizsai esemény is. Tehát én azt szeretném, hogyha erről lenne pontos képük, és ezért nagyon sok mindent tettünk, hogy ez így legyen. Legutóbb például az összes föllelhető korabeli plakátot, szórólapot mind-mind kiraktuk az olvasóink elé, és az interneten is közé tettük. Például készült a Mindentudás Nagykanizsai Egyetemének, ami a könyvtár kezdeményezése, egy külön szám, ahol minden esztendőben meg lehet nézni azt az egy órányi beszélgetést, amelyik 1956-ról szól, és résztvevők, kutatók, mindenki beszél 56-ról. Ez is azt gondolom, hogy egy olyan fajta szerep, amit a könyvtár felvállalhat. Ugorjunk vissza, volt egy fél mondata, ami engem úgy jobban érdekel. Milyen volt az a pillanat 1989-ben, mikor először lehetett erről írni, hivatalosan beszélni, másképp beszélni, másképp írni, összefoglalni? Krisztusi kort ért meg ez a rendszer, amely megváltást ígért, helyette azonban végletekig leromlott, hatalmas adósságállomány, teljes erkölcsi válságot hozott az országra. A krisztusi kor az 1956 és 1989 közötti 33 esztendő. Mi akkor 89-ben úgy éltük meg, hogy végre van egy teljesen újrakezdés lehetősége, és ebben 56 volt a legjobb példa. És valóban meg is lehet benne találni. Egyértelmű korszakokban nagyon egyértelmű lehet fogalmazni, és itt Nagykanizsán is, és Magyarországon is nagyon egyértelmű volt a képlet. Volt egy nem szeretett, idegen szisztéma, és ezzel szemben állt egy egész ország, és abban a pillanatban, amikor erről kiderült, hogy nem biztos, hogy örökké élhet, egy pillanat alatt összeomlott. Az más kérdés, hogy később
külső erővel ezt meg lehetett folytani, de egy pillanat alatt megszűnt, és mindennek lett felelős gazdája, mindent uralt az új, minden előzmény nélkül kialakuló hatalom. Nem tudok mondani olyan területét az országnak, ahol gazdátlanság lett volna. De még a gazdátlanul hagyott, tudjuk, kirakatokból se vitték el a holmikat, hanem lehetett gyűjteni az utcán az elesettekért, és nem vitte el senki sem a gyűjtést. Egy tökéletes szimbólum Nagykanizsán 1956. október 23-a az október 25-ére esett, mert 25-én voltak az események, de akkor is például kokárdát tűztek ki az emberek. Tehát már létrejöttek az új szimbólumok is, amiket elkezdtek. Nem csak a régit törölték el, hanem az újak is megjöttek. Már akkor kialakult a kivágott zászló, ami később ugye szimbólum lett. Tehát egy pillanat alatt elindult egy normális egészséges fejlődés, ami persze nem tudjuk, hogy hol vezetett volna, de biztos, hogy egy jó kezdet. Mondta, hogy adatgyűjtés, minden gyűjteni a könyvtárnak, ami ezzel kapcsolatos. Mit gyűjt egy könyvtár, ami ezzel kapcsolatos? Nekünk mindent már a kezdetekkor, amikor először megjelentek azok a dokumentumok, ahol mondjuk a vidék sajtója megjelent, akkor nekünk az a 19. rész volt a fontos, de abban benne volt az alai sajtó, vagy az egyéb reklám, vagy plakátok, amik megjelentek, abból tudtuk, hogy az a kicsinyke rész, ami töredik. Na de az a nagykanizsai identitás, beszélgettünk is emberekkel, ha valaki valahol közített mondjuk a Orbán Nándorról egy tanulmányt, akkor nekünk az a mi nagykanizsai 56-unknak az egyik legfontosabb tanulmánya. Mindenből meg kell, hogy találjuk ezekből a sokszorosított dokumentumokból azokat, amik ide vonatkoznak, mindegy, hogy sajtóban jelent meg, dokumentumgyűjteményben jelent meg, egyedileg jelent meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár térkép és azt hiszem apró nyomtatvány tárában digitalizált dokumentumokat, az összeset szépen leszettük, kinyomtattuk nagyban, hozzáférhetővé tettük, és ezek díszítették a könyvtár falait, ebben az esztendőben is így lesz. Mennyi ilyen dokumentum van? Nem sok, most számoltam meg 7 típusú van, ezek közül van, amelyik itt készült, egy a helyi nemzeti bizottságnak a rendelete, de voltak a megszállóhatóságoknak a plakátjai is, voltak a 11 nehány napos időszaknak is volt azért plakátja, amelyik rendre hívta fel a figyelmet, nem sok, de a hangulatot pontosan érzékeltetik. Ma van arra példa, hogy valakinek előkerül a családba valami irat? Lehet sokszorosított vagy egyedi? Behozzák a könyvtárba vagy a múzeumba? Általában behozzák, de ebben kapcsolatban konkrétan tudom, hogy a Délzala című lap csak úgy létezik, hogy annak idején, amikor keresgettük a kapcsolatokat, akkor valaki tudott adni egy példát. Csak ebben a másolatban ismerjük, amit tőlük kaptunk. Vagy mondok egy másikat, Rózsás Jánossal a beszélgetés során elővette 35 évvel vagy 40 évvel később a kis megőrzött nemzeti szín szalagját, amit valószínűleg kézzel színeztek, meg megőrizte a kis Kossuth címerét, és az a kettő együtt el volt rakva a Nemzeti Bizottsági Megbízó papírjával. Gondolom, ezt jó mélyre elrakta 30 év időszakát, de megvolt, és a gémkapocs rozsdás volt, hogy összefogta őket. Szóval ez fantasztikus volt, amikor ezek előjöttek. Pedig ennek az embernek, aki megjárta csak nem 10 évig Gulágot, 89 után boldogan beszélt erről, amikor erről kérdeztük, és ezt is sikerült megjelentetni például. Vannak tárgyi emlékeink 56-hoz kapcsolódóan, és ha igen, akkor milyenek? Igen, a Turi György Múzeum is őriz egyedi dolgokat az 1956-os forradalom idejéből, amelyeket behoztak a múzeumba. Ezek azonban leginkább dokumentumok. Csillaghullás Nagykanizsán című füzet, ami nekünk nagyon-nagyon fontos és különösen kiemelt. Dr. Kerecsényi Edit, a múzeum egykori igazgatójának a fotófelvételei, amelyből 15 darab maradt fent. Akkor azokban a napokban itt, október 25-én, 26-án készítette, és ezeket olyan helyre dugta el, amit aztán csak később lehetett meglátni. A múzeumoknak a feladata, ahogy igazgató úr is mondta, az, hogy itt helyben megismertessük az 1956-os eseményeket, megismertessük azokat a dokumentumokat, tárgyakat, amelyek bekerültek a múzeumba. Természetesen kiállításokat rendezzünk, ugyanúgy mi is megjelentessük ezeket publikációkban, illetve a helyi lapokban természetesen, ami a múzeumban van az 56-os eseményekről, de nagyon fontos az is, hogy a kanizsai eseményeket beilleszük az országos történelembe is. Így például a Magyar Nemzeti Múzeumnak Jalsovszky Katalin készített egy kiállítást a korábbi években, amely aztán bejárta egész Európát, és dr. Kerecsényi Edit egy fotója ezen a kiállításon is részt vett. Hogy látjátok, akik azért sokat foglalkoztok 56 történelmében? Nagykanizsa 56-os történetében vannak még fehér foltok, vannak még olyan történetek,
amik nem kerültek napvilágba, vagy nem lettek még feldolgozva. Igen, ennek egy nagyon szép példája, ami szintén a múzeumok feladatára rávilágít. A nagykanizsai civil kerekasztal talált meg kapcsolatai keresztül egy olyan szombathelyi sírt, Balázs László sírját. A forradalom vétlen áldozata volt. Nagykanizsán lőtték meg, és Szombathelyre került kórházba, és januárban, 1957. januárjában hunyt el, mindössze 15 évesen. És ez a történet, hogyha a nagykanizsai civil kerekasztal és annak motorja Lengyák István nem fordul a múzeumhoz, akkor nincs ez a történet. És a nagykanizsai civil kerekasztallal közösen egy emléktábla is felkerült annak a helynek a közelében, ahol őt meglőtték a zeneiskola falára, és így most már minden évben ez egy közös emlékezés, azzal, hogy megkoszorúzzuk ezt az emléktáblát, a vétlen áldozatokra is emlékezünk. Ugye azzal kezdődött a történet, hogy 1989-ben a Skerlágné emlékére, akit ugye meghalt, állítottuk az első kopjafát, ami hála Istennek máig is megvan az 56-os emlékek között. Az, amit igazgatóasszony említ, az a forrás. Nekem úgy jelent meg először, hogy a Nagykanizsa mentés történetének a kötetében, amikor sajtólán rendeztük, ugye akkor jöttek a Kaszán Sándorik ezzel, publikáltuk a korabeli mentős könyvet, ahol beírták, és akkor ilyenek vannak benne, hogy állítólag meglőtték. Tehát el lehet gondolni, hogy mi történhetett, amikor az emberek élik az életüket, és akkor hirtelen hoznak be lőtsebbel embereket a kórházba a mentősök. Nem is merték odaírni, hanem csak állítólag meglőtték. Tehát ilyen források szerintem várhatók még. Hogy előjönnek. Volt egy másik is, amikor egy még mindig névtelenséget, vagy akkoriban névtelenséget kérő hölgy leírta, hogy ők hogyan élték meg, és hogy beküldött egy verset a Zalai Hírlaphoz, elküldött verse megmaradt. Tehát ő 30-valahány évig rettegett, hogy valaki megtudja ezt, és megtudhatta volna, mert megőrizte a Zalai Hírlap archívuma, mert később publikálva lett ez a vers, de ez a kislány felnőttként persze leírta az emlékeit, és azt, hogy elküldte, és ugye 33 éven keresztül, amíg hosszabb ideig retteget, hogy egyszer előkerül, hogy ő diáklánykét forradalmi verset írt. Azon túl, hogy ugye az elsődleges szempont megőrizni az akkori emlékeket, publikálni, amit lehet. Feladata egy közintézménynek, hogy a felnövekvő generációnak átadjon valamit abból a szellemiségből, amiről az szólt. Egy városnak a szellemét, ezek a dokumentumok, amik hozzáférhetővé... De gyakorlatban hogy lehet ezt népszerűsíteni? Tehát rávenni arra mondjuk egy 15 évest, hogy bejöjjön a könyvtárba és ezt megnézni. Én nem vagyok benne biztos, hogy a 15 évest kell először rávenni. Leginkább annak örülnék, és ezért teszünk meg szerintem sok mindent sokan, az őket tanítók előtt nyilvánvaló legyen ez a lehetőség. Úgy, ahogy 1848-49-ről is megcsináljuk ugyanezt, hogy meg lehetne emlékezni úgy, hogy az igazi nagykanizsai, mivel hogy ismerik a történéseket, ugyanígy meg lehet csinálni 1956-ról is. Ebben az volna fontos, ami számomra a legnagyobb élmény. A 56-tal kapcsolatban szerintem a legnagyobb probléma, hogy a megtorlásra jobban emlékezünk, mint a győztes forradalom eseményeire. Szerintem nagyon fontos volna arról írni, vagy arról gondolkodni, hogy milyen volt az a néhány nap, ami felhőtlen volt. Amikor úgy tűnt, hogy győzött a forradalom, kimennek az oroszok, minden vágy megvalósult, úgy tűnt, hogy a dolog rendben van. Tehát, hogy erre képesek volnánk, hogy ha nem üti el valami másik gyors vonat ezt az egészet, ami persze idegen és nem a sajátunk. Pontosan tudjuk, hogy hogyan zajlottak le az események. Tehát, hogy a történelem órába beleférjen, akár ez is Nagykanizsán. Például az is lehetne vele. És ezek meg vannak elérhetők, és nekünk az a dolgunk, hogy ezt újra meg újra úgy tálaljuk, hogy arra érzékenyek, tehát el is fogyasszák ezt a mi ajánlatunkat. Egy konkrét példát mondanék. A gimnazisták voltak, akik 26-án felvonultak itt, a Batthyány Lajos Gimnázium, ahol a gimnázium összefogásaként a múzeum segítségével, Kuni Zsuzsa történész múzeológus segítségével megvalósult egy kiállítás is az iskolában. Gimnazisták bemenjenek egy ilyen kiállításra. És ha kellően ügyesen szólítjuk meg őket, akkor talán legközelebb ők szólítanak meg minket. Igen, tehát igen, csak annyi, hogy a múzeum is tart interaktív történelemórákat, legyen ez tényleg akár a 48-as forradalom. Tárgyaink, dokumentumaink is vannak szintén, de ugyanígy az 56-os forradalomról igény szerint mi is akár az iskolába is elmegyünk. Hát ez nagyon fontos számunkra, de az iskolások is eljöhetnek hozzánk a múzeumba. Ha ajánlani kéne 56-os témával kapcsolatban egy könyvet, vagy egy jó olvasnivalót, akkor mi lenne az? Nagykanizsa 1956 című könyvet ajánlom mindenkinek. Ez egyébként koprodukcióban készült, hiszen a Batthyány Gimnázium segítette a létrejöttét, egy jelentős anyag van, és a megyei kiadvány szerkesztői pedig benne van Csomóri Erzsébetnek a nagyszerű Orbán tanulmánya.
Tehát ha valaki egy kicsit bele akar kóstolni abba a korabeli hangulatba. Én Béres Katalin kötetét ajánlanám, ami tulajdonképpen egy fotóalbum az 56-os eseményekről. Ebben dr. Kerecsényi Edit fotóinak egy része is megtalálható, és még nagyon különleges sorsú és helyről előkerült fotónagyítások. Maguk a fotóknak a története is rendkívül érdekes. Természetesen mindegyik könyv megtalálható a könyvtárban. Cupi Gyulának és Száraz Csillának köszönjük szépen. Akit érdekel, hogy pontosan mi történt Nagykanizsán, vagy szeretne korabeli dokumentumokat nézni, az ugye megteheti ezt a múzeumban, vagy itt a Halis István városi könyvtárban. Mindenkit várunk szeretettel. Ez volt a Halis Podcast, köszönjük a figyelmüket, Varga Tündét. És Benke Dánielt hallották. Viszont hallásra. Viszont hallásra.